és kevésbé gyermeknek, mert hogy már a gyerekek kipróbálták ezt a közösségi teret, és kitűnőre értékelték, tehát jó bizonyítványról rendelkezünk. Úgy gondoltuk, hogy a mai délután legyen a felnőtteké. Természetesen a gyerekek meg fognak bennünket tanítani játszani, tehát akinek az ünnepélyes átadás után van kedve játszani, akkor a gyerekek megtanítanak bennünket, és egy kicsit visszarepülünk az időben, mert farsangolni fogunk közösen, igaz? Úgyhogy nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, köszöntök a kedves urakat, a gyűlöletet. Holok még szó, mert tulajdonképpen a alpolgármester asszony, Tisztéken Dezső országgyűlési képviselőket, megjelent képviselő asszonyokat és urakat, és természetesen munkatársaimat és a kedves vendégeinket. Azt a 11 családot hívtuk meg, akik december hónapban ötleteket, javaslatokat adtak nekünk, hogy hogy tudnánk nézhetni, még otthonosabbá tenni ezt a kis terünket. Én úgy gondolom, hogy nagyon jól sikerült, de remélem, hogy az ünnepélyes átadás után mindenki körbenéz, és a gyerekeknek a bizonyítványa mellé tesz egy tilos pontot. Most pedig megkérem polgármester urat, hogy az ünnepélyes átadás keretében adját ezt az intézményt nekünk, illetve a gyerekeknek.